Hello, mindenkinek, én Stonai vagyok, és ez itt a Sins of Solar Empire Stargate Invasion mód, amit még én is egy kicsit megmodoltam, szóval ezt nem tudom, hogy mondjam így teljes körbe, de sose ezt csillagkapu mód. Röviden ennyi lesz, hogy mit modoltam rajta. Jelenleg még a modolás folyamatban van, jelenleg csak egy nép érhető el, úgyhogy ténylegesen balanszolva, hát relatíve balanszolva, ez pedig a Goa'uld, amit most egy bemutatással fogok is prezentálni. Másik három gépen lejátszok, mindegyik Goa'uld frakcióval. Miből áll? A Sins of Solar Empire az alapjáraton egy bolygó elfoglaló, hát ilyen stratégiai játék, melyben bolygókat kell elfoglalni, így a birodalmat gyarapítva fejlődni. És hát annyi, hogy eredetileg három frakció van a játékban, és marhára nem olyanok, mint amikkel most én itt játszok. Ugye hát jelenleg a csillagkapu módot használom hozzá. Ami egyrészt baromilyen rosszul volt balanszolva, másrészt pedig olyan hajók is voltak benne, amik így a filmhez nem teljesen mondhatók hűnek, úgyhogy én ezeket kivettem, illetve a rosszul berakott hajókat átbalanszoltam, illetve hát magát például a hajószámokat is elég erőteljesen följebb toltam. Szóval ugye az alapjátékban az úgy néz ki, hogy azt hiszem 12 vagy 14 hajó lehet egy frakciónak, maximum 16 olyan, hogy anyahajó, illetve hát körülbelül egy amit 100 darab kisebb hajó fér bele. Na én ezt úgy beállítottam, hogy jelenleg 1000 darab hajón lehet anyahajóként, illetve hát a pontok alapján szerintem egy olyan jó, hát mint 8000 hajóm kifér, ami hát ténylegesen ott van olyankor a csatamezőn, szóval eléggé jól néz ki. És hát jelenleg még ez a maga a ez a frakció is igazából elég sokat fog változni, olyan szempontból, hogy kutatások tekintetében, mint látjátok, elég sok minden nincs benn, szóval nagyon sok mindent kivettem, majd megnézem, hogy mi az, amit be kéne rakni még hozzá. Jelenleg ami van, az a hiperűrúcozás, illetve ilyen bolyó elfoglalásos rész. Sokat kell még variálni bele, akkor épületekből elég sok mindent ki lehet véve, szóval mondjuk egy 3 darab épület még volt körülbelül. Védelmi rendszerből teljesen kivettem, elvégre is nem illik bele a játékba, ugyanis nem igazán voltak ilyen űrkező védelmi eszközök. Maximum az ősöknél, de az ügymint frakció nincs a játékban, szóval mondjuk lehet, hogy majd később azt is megpróbálom berakni, mert kivitelezhető, de majd ez később. Anyahajók tekintetében egyedül a Hatak van benne, amit Hatel néven van, hát majd ezt is átírom. Nem én írtam el, hanem alapból egy olyan nevű hajót modoltam át. Nem foglalkoztam minden ilyen aprósággal. Képességét variáltam egy kicsit, ezen kívül nem sok. Illetve hát egy felderítő, egy ilyen kolonizáló, illetve egy ilyen cirkálónak mondható kis alkes az, ami még van a játékban. Majd összeg hatákokból lesz berakva, mint cirkáló is. Azok jóval gyengébbek lesznek, majd ezt majd én átbalanszolom, hogy milyenek legyenek. És hamarosan meg lesz amúgy a csatahajónk is, csak még nem csináltunk a csatahajó gyárat, elsőnek termelésre álltak rá az emberkéim. Amúgy a játék most azért megy lassan, mert először megpróbálom bemutatni, de amúgy föl tudom nyomni 8-szoros sebességre, csak kell idő, hogy bemutassam a játékot, ugye? Hát, szintén szóval nehezen kapok levegőt. Már elég sok mindent kell róla elmondani, és ez még csak egy frakció. Akkor így magát a játékot is be kéne mutatnom, magát a módot is, magát, hogy én mit modoltam, meg minden, szóval sok idő. De ez most csak egy ilyen bemutató kis rész. Valószínűleg a következő rész az teljesen átmodolt változat lesz. Amúgy bolygók tekintetében is, ez most egy kisebb galaxis, kb. 95 bolygó található itt. Jelenleg nem fedeztem fel ugye még a többit, szóval még nem tudom, hogy mi hol van, majd hamarosan. Közül följönjük az egy magsebességre, mert csatára szeretném elmondani ezeket a kis alapmondókákat, és akkor ott folytatom majd a rendes mondókat. Structure complete. Már készül a csatahajójár. És structure már gyártjuk complete. Is az első hatakot. Ez elég jól néz ki amúgy, tényleg a filmhez hű. Amilyen frakciók lesznek a játékban? Hát egyrésztről amik fixek, hogy be lesznek. Ugye egyrészt a Goa'uld, másrésztről a Tauri. Goa'uldnak hát ugye lesznek a hatakok, mint zászlós hajó, valószínűleg berakok Hatak cirkálót, Alkest, illetve valószínűleg az Apophis féle anyahajót is berakom. Jó, drága lesz és nem feltétlenül éri meg, de azért egyet majd én mindenki fogok venni, hogy így a film, vagy hát a filmhez valamennyire hű legyek.
Taurinál mi lesz. Lesznek a Prometheus osztályi hajók, lesz a Daedalus, illetve egy ilyen Corollaire stílust megpróbál bevenni, hát az is ugye a Daedalus volt, csak az meg az orosz változat. Lehet, hogy ezt mondjuk próbálom berakni, ezt még nem tudom, akkor mi lesz még Lidercek. Ugye hát a kaptárhajó, illetve a Lidér cirkáló, akkor Asgardok, azoknak jó párféle hajójuk van, ezt még utána kell nézzem pontosan milyenek, de az is benne lesz. Illetve a replikátorok, na azokkal leszek egy kicsit bajban, hogy milyen típusú hajókat, illetve hogy hogyan vitelezem ki az egészet, de majd be lesz. És ha ez meg lesz, akkor jó eséllyel lesz egy nagyobb modolásom, ahol konkrétan egy új filmsorozatot fog beültetni, jó eséllyel a Star Wars vagy a Star Trek-et. Hát ha összejön, akkor konkrétan az egész játékot újra kell írnom, mert eléggé instabil lesz, jó eséllyel. Így is bármikor előfordulhat egy crash-elés, már csak a mód miatt is, de... De azért megpróbálom, hogy ne crash-eljen a játék, balanszoljon, és hogyha minden sikerül, akkor mi valahova föl is fogom tölteni, és akkor ott mindig elérhető lesz a játék, hogyha esetleg valaki ki akarna próbálni, és közben elkészültem ugye a hatakunk. Elég jól néz ki. Kéne egy kicsit változtatnom mondjuk az űrön, egy pillanat. Na és már vissza is tértem, egy kicsit jobb lett így a háttér. Nem feltétlenül illik az űrhöz, de szerintem marha jól néz ki attól függetlenül. És hát így valamennyire talán jobban is látszik a mi kis gyönyörünk. Annyit csináltam még meg, hogy a semleges frakciókat is egy kicsit átvariáltam, így ők is hátakokkal jönnek. Nem annyira erősekkel, mint az enyém, de ők is hátakokkal. Ennek oka igazából a filmnek, filmhez valamennyire így még hű maradt a játék, ugyanis hát belegondolunk, elég sok gold kis úr, vagy ilyen kisebb úr volt. Így azért reálisabb. Végülis mondhatom, hogy nem bolygás is ilyen ura van. Amúgy ez a szinkronhangot, ezt majd lehet ki kéne vennem. Vagy hát nem szinkronhangot, ezt a beszédet, mert elég irritálóan nyomja néha. És mindjárt láthattok, egyből egy összecsapás két haták között. Amúgy van egy ilyen filmes mód, ez igazából jó a nagyobb csatáknál, rohadt jól. Miért csak nem lehet tudni, ki kiválom. Hát jó. Ezt nem rakták bele a játékba, hogy ütközéskor esetleg robbanás, vagy valami, de 2000 X nem tudom hányas a játék, szóval eléggé régi. Annál van egy jó 5-6 éves. És most láthatók, 3 darab hatak ellen harcolok egyszerre. Így a 3 darab, nincs ott háttérben. Másik. Az én hatakom mondjuk sokkal erősebb, mint ezek a kis szintű hatakok. Valószínűleg ilyen erősségűek lesznek amúgy a Gold sima cirkálói is. És tényleg über módon meg lehet csinálni egy csatát, mert ez most 4 darab hajó, az enyém egy, az övék 3, de mikor így itt 2-300 hajó per frakció összeütközünk, és egy ilyen 88-as pályán szerintem kell hozzá videókártya, ott jön amúgy még egy hatak. Mint látható, azért megdalálták a pajzsomat. Hát pajzsomnak felét leszették, az életem az még fullon van, ugye előbb le kell menni a pajzsnak. Az ő hajói pedig elég jó állapotban vannak még. Így fele pajzsot én is lekaptam, illetve az egyik hajót azt lassan elpusztítom. Valószínűleg ezt a bolygót elfoglalom, és utána lesz vége a videónak, egy ilyen bemutató demonstrációként mutatom be, illetve majd megmutatom, hogy mekkora ez a térkép. Ez csak egy 95 bolygós kis térkép, ami nem nagy. Fogok csinálni saját pályát is hozzá, jó eséllyel egy olyan jó 1000 bolygó körülivel. Hát körülbelül egy olyan 20-30 óra játék után is, csak körülbelül a térképnek egy részét fogok felfedezni én, de közben minden más frakció egymás ellen háborúzni fog. Ez így jó lesz. Capital ship shields are offline. Közben lehet, hogy... Hoppa, kilőtték a zömat. Lehet, hogy egy kicsit át kéne balanszolnom amúgy ezeket a semleges frakciókat hajóit, mert lehet, ez egy nehéz így. Egy semleges frakciónak 4 darab hatákja konkrétan kilövi az én anyahajómat. Mert van dolgó, ahol elég komoly, de fejlődik is. A csatahajónak van amúgy több képessége, ennek a csatahajónak például van egy kolonizálás. Ez minden csatahajónak meg fogom adni, ez amúgy nincs benne, hogy minden, hanem mindegyik frakciónak egy darab csatahajója van, amelyik tud kolonizálni. Én valami képességünk én magarom. Akkor Power Surge, ez shield regenerálódás, illetve fegyvernek, hogy fegyverem gyorsabban lő. Pajzs regenerálódás, illetve ilyen replikáció. Ó, és szétvertem őket? Ja, sikerült őket szétverni. Na, most, hogy megvan a bolygó, el is foglalhatom.
Hardly a Ez egy vulkán challenge. típusú bolygó, hát ez a felelőnk legalább hasonlít is rá. Hajókat nézve igazából tényleg jól ki van dolgozva. A textúráját a hajónak nem én csináltam meg hozzáteszem. Én maximum pluszba odaadtam, mint például ugye voltak a... Voltak ugye az előző hatakok, akikkel harcoltunk, azok eredetileg nem így néztek ki, azokra én ennek a hajónak a textúráját rányomtam. Illetve hát ilyen fegyver vagy lövedékek textúráját nyomtam még rá, akkor a hangefekteket, magát a pajzs textúrát, az is így külön van, úgyhogy ilyen apróságokkal foglalkoztam én csak. Magát a módot az viszont abban az állapotban, amilyen az eredeti, megtaláljátok a www.moddb.com, valami ilyesmit kell beírni, Sins of Solar Empire Rebellion, azt beírjátok, és ott Stargate Invasion néven a... nem tudom mikor én, amikor tavaly évvégén lett csinálva ez a mód utoljára, így frissítve, azt a verziót megtaláljátok, de ha lesz lehetőségem, én is fel fogok tölteni egy friss verziót. Time is fleeting. Azzal a verzióval legalábbis, amit én ezt meg fogok csinálni, de szerintem az egy jó fél év, még mi lehet minden Hardly a challenge. Hát úgy döntöttem, hogy kicsit tovább haladunk. Minden elfoglalt bolygó után ugye meg lehet csinálni az ottani épületeket, termelés, begin a hajógyártás, illetve a maga a gazdasági fejlesztéseket. Ó, és ez egy vulkán típusú bolygó, itt is három darab ellenséges hajó van. Nézzük mi a hajók, mindegyik hatak elvileg. Yep. Néhány lisztabban egy Raiderossal fogtok találkozni, ugyanis hát mindent az én is tudtam még lemodolni. És az is egy semleges hajók, vagy azok is használják a semleges hajókat néha. Mondjuk a kalózokat lehet, hogy kéne vagy nagyon balanszolnom, mert igazából még itt vívja a csatát, én addig úgy vagyok vele, hogy feladom. És megmutatom a térképet. Hát ez csak egy kis térkép. Hogyha rendes nagy térképet játszunk, ez körülbelül egy ember birodalma lesz. És hát például itt van egy szomszédos frakció, ő rengeteg, például itt használ egy anyahajót, hatakot, illetve ilyenek az álkesek. Én ezeket nem gyártottam, ezeket nem is fogom valószínűleg. Egész jó igazából, ezeket is én balanszoltam be, olyanra csináltam meg, hogy azért használja a gép, de ne legyen túl erős. Szerintem ez ideális. Illetve az összes egyelő go út frakció. Itt ezek a kalózok tábora, ez a Lucian szövetség, néven fut itt, elég sok hajójuk van, és hát most jelenleg éppen hiperűrbe ugranak, és itt látjátok őket, ők itt most hiperűrbe ki fognak lépni, mindjárt meglátjátok, hogy milyen lesz így maga a hiperűrugrás, de szerintem marha jól néz ki amúgy, így filmes változatban főleg. Hát jó, ez mondjuk ilyen nézett ki, de így már tényleg szépen néz ki így. Mindenképp kell balanszolnom. Mert hogyha az elején valakit egy ilyen támadás ér, azt nem fogja visszafogni, szóval kalózok erejét mindenképp lejjebb kell vennem, úgy nézem. Mert ez így unfair lesz. És kihez vennek? Azért azt megnézem, hogy verik el őket. Zöldeket, oké. Közben ott amúgy foglaltam, vagy megnyertem a csatát a bolygón, de ilyenkor nem lehet visszaugrani, hanem... De a csatát ezt ugyanúgy megjövjek a hajóim. Elég sok hajó. All bounty has been depleted. Marha sok hajóval. A semleges területek hajói mondjuk harcba szállnak az ilyen hajókkal ugye. Kalóz hajókkal. Amúgy kalóz elvileg nem egy irányítható nép, de azt is meg lehet csinálni modolásként. Lehet, hogy majd belerakom, de olyankor nem nincs ez a kalóz küldetésesdi benne. Vagy kikresel a játék, mert azt még nem sikerült megcsinálom, hogy engem béreljenek fel. Hát igen, ezt most valaki fogja vissza, én is ezt mondom. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab hatak, meg itt van még 2. 11 darab hatakot valaki fogjon vissza, hát oké. Én 3 darabban nem bírtam el úgy tisztességesen. Neki hajrá azért. Viszont amondó vagyok, hogy ez a videó már ennyi volt, de remélem tetszett, illetve fogjátok várni a folytatást, illetve hogy elkészüljön a mod. Folyamatosan haladok a mod fejlesztésével, szóval
ezt a mai részt, amennyit itt láttatok belőle, körülbelül itt egy 3 nap alatt dobtam úgy össze, hogy ténylegesen crashelés nélkül megy a játék, fut, semmi baja. Még kell azért modolni, balanszolás az nagyon sok lesz, viszont valószínűleg azzal fog elmenni úgy az időm jó része, ugyanis ha bekerül ugye a többi nép, akkor annak, azoknak a hajóit így egymáshoz viszonyítva balanszoljam úgy, hogy ne legyen egyik se túl erős, mellette viszont a filmhez is legyen hű. Elég nehéz lesz, de megpróbálom. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!